Még mindig Tromsőben vagyunk, Norvégiában Dórival, és ma este fényeket fogunk vadászni, mégpedig a sarki fényt szeretnénk meglesni. Egy olyan társaságnál foglaltunk helyet a mai estére, amely azt ígéri, hogy a műholdak segítségével elvezet bennünket arra helyre, ahol tényleg láthatunk majd sarki fényeket. Hát reméljük nem csak a sarki kocsma fényét, hanem az igazi északi fényt is láthatjuk majd. Beöltözünk, mert nagyon hideg lesz a műtünk ma. Hát ez a csapat komolyan veszi az ígéretét, mivel Norvégiában mindenfelé felhős az ég, és ezért nem lehet majd látni az északi fényt, ezért most átmegyünk Lapföldre, azaz Finnországba. Jó 3 órát utazunk, tehát nagyon reménykedünk, hogy végül is meglátjuk azt a bizonyos fényt. Ez a különleges természeti jelenség egyébként úgy jön létre, hogy amikor a napkitörések vannak, akkor ott azok a töltött részecskék elindulnak a napszéllel a Föld irányába, és amikor bekerülnek a Földnek a légkörébe, akkor ott találkoznak a gázokkal, és megfestik ezeket a gázokat. Ugyanaz a jelenség tulajdonképpen, mint a neon csőben, ami található, a töltött részecskék gázzal találkoznak, és különböző színű fények jönnek létre belőle. Nap alatt harmadszor várok már a repülőtéren. Így elindulok hazafelé Dórival, először Tromsőből Oszlóba, ott egy kis várakozás, aztán Oszlóból Budapestre, és onnan végre haza. Hát nagy élmény volt, láttunk bálnákat, láttunk északi fényt, aludni nem aludtunk sokat, azt lehet otthon is, de majd bepótoljuk, ígérem. Ha tetszett a videó, akkor megköszönöm, hogyha díjazod egy lájkkal, és köszönöm, hogy velem tartottál. Valósítsuk meg az álmainkat. Én most 2 elé oda tettem a pipát. Szia!